Sziasztok, a mai munka járdalapozás a melléképületben. Ezt én betonozás helyett végzem, 6 cm-es vastagságú és 40x40-es átmérőjű betonjárdalapokkal. Amint látjátok, itt most már világítás mellett folyik a munka. Az első munkafolyamat ilyenkor a járdalapozáskor, hogy a földet ki kell hordani, és teljesen sík területet kell kialakítani. Arra nagyon ügyeljetek, hogy a kijelölt szint fölé sehol ne legyen kiálló, kitüremkedő dombocska, hanem inkább legyen alacsonyabb a föld szintje, mint amilyen szintet majd a járdalappal be akartok állítani. Ez azért lényeges, mert hogyha gödrök vannak, azt ezzel a módszerrel, mint látjátok, én homokágyat használok, méghozzá agyagos, a homokozókban használt homokot használok hozzá. Ezzel ki lehet egyenlíteni, viszont hogyha domba akadtok, akkor mint ott a sarokban látszik, bizony a földet is ki kell kaparászni alóla, tehát én most egy picit, egy fél centi, egy centivel lejjebb mentem, mint az eredeti megjelölt szint volt, úgyhogy emiatt most egy picit majd bajban is leszek. Amit én használok, az a lézeres szintező, ezt a falon láthatjátok is. Ezt használtam egyébként annak megvizsgálásához is, hogy valóban kihordtam-e a megfelelő mennyiségű földet, és valóban teljesen vízszintes és dombmentes lett a terület. A járdalapozást azzal kezdtem most, hogy ezt a kettőt a bejáratnál szintbe tettem, tehát ez lesz a kiinduló magasságom, és ehhez fogom rakni a többit. Ez egy olyan magasság, amitől még bezáródik az ajtó, tehát ti is jelöljetek ki egy olyan pontot, aminél magasabbra nem kerülhetnek a lapok, és ehhez kell utána a többit. Na most onnan a lézeres szintezővel, ezzel a földmérők által használt léccel hoztam át a méreteket, tehát amit látjátok, ott van rajta a lézercsik, ezt az ajtónál én kimértem és bejelöltem, hogy hová kell esni a csíkocskának, és aztán, amit letettem lapot homokágyba, oda tovább tudom vinni ezzel a lézeres szintezővel, és teljesen tökéletesen ugyanabban a magasságban lesz. Utána ebbe a sarokba tettem egy lapot, majd a másik sarokba is kiszinteztem, a kettő közé, nem tudom, mennyire látjátok itt ebben a sötétben, de szerintem látszik. Itt van ez a kék madzag. Kőműves madzagot kellene használni, és sajnos azt nem találtam itthon. Úgyhogy egy nylon spárgát használok hozzá, de ez is tökéletesen rugalmas, és ki lehet feszíteni. És ezzel meg tudjuk adni majd a járdalapoknak a magasságát. Sőt, még arra is ügyelni kell, mivel itt látjátok, hogy a falak abszolút nem párhuzamosak, és nem derékszögűek egymással. Ezért kénytelen vagyok a járdalapot egy picit távolabb tenni a faltól, és saját magukhoz képest kiszintezni őket. Ezt pedig úgy csináltam, hogy egy egyenes lecet így végigfektetek, hogy egyenes legyen. Így biztos, hogy a járdalapok azok egymással derékszöget fognak bezárni. És a másik pedig ezt a spárgát is kitettem a szélére, és ezt a körülbelül 1 cm-es távolságot tartom folyamatosan. Ezt oda a sarokig fogom végezni. Hát, hogy tökéletes legyen ez a járdalapozás, nem elég az, hogy ez a madzag a segítségemre van, és ahhoz szintezek, hanem folyamatosan mind a négy sarkán én bizony a lézeres szintezővel ellenőrzöm, hogy jó legyen a szint. Tehát mind a négy sarkához oda teszem, és hogyha tökéletes, akkor megyek tovább. Mivel ez egy olyan helység lesz, ami belső helység, ha ez az udvarra lenne, akkor ennyire tökéletes munkára nem törekednék természetesen, de így a lehető legtökéletesebb, legsíkabb felületet szeretném kapni, ezért van erre szükség. Amit még használok, az gyakorlatilag egy kartecsni, egy kőműves kanál, ezekkel egyengetem el a tükröt, a homokot ezzel teszem a homokágynak le, és gyakorlatilag még egy vízmérték van a segítségemre, ennyi eszközöm van, valamint, ami még nagyon fontos, hogy a gumikalapácsot szoktak használni a kőművesek és akik köveznek, én viszont ezt a gyönyörűséget használom. Azért jó, mert ez egy 10 kg-os, tehát eléggé szépen le lehet vele döngölni. Ez azért lényeges, mert hogyha magasabbra került, ne adj Isten, az egyik sarka mondjuk a járdalapunknak, akkor ezzel a homokkájba szépen bele lehet döngölni, ezzel a módszerrel. Természetesen ne a fém részével csináljátok ti sem, hanem a fanyel, ami kilóg, az nem töri össze a járdalapot, viszont egy kellő erőt fejt ki a járdalapra. Azt hiszem, nagyjából ennyit érdemes tudni, hogyha ilyen betonjárdalapot
akartok letenni ti is, akár belső, akár külső helységbe. Mindenképpen arra figyeljetek, hogy saját magával legyen párhuzamos, és a fal legbelső pontjához igazítjátok, és aztán megnézitek, hogy az a pont átvetítve a másik sarokra, ott is a külső pont legyen, tehát a falnak a legbelső pontja, és elközé a kettő közé ki tudtok feszíteni egy spárgát, vagy egy köműves zsinort is, ezzel tudjátok lerakni teljesen egyenesre. Ha ti is belefogtok, akkor sok sikert a munkához!